A jövő SC-ben számos kiváló úszó nevelkedett, fordult meg az elmúlt években. A Verrasztó Zoltán által vezetett fővárosi egyesület így a jelenében a múltjából ismeríthet. 2001-ben alakultunk. Aztán 2000-es években már oda jutottunk, ugye, hogy már a athéni olimpián volt egy ezüstérmesünk a Gyurta Danival, ugye a Széles Sándorral, akkor még ő is élt, és ő is itt volt, és ő tanította, mondjuk ő például ő tanította. De már azon az olimpián már részt vett ugyan az egyesületből a Evelyn, a lányom. Aztán a következő olimpián már 11 jövő eszés vett részt, abból egy csomóan döntőbe is kerültek, váltóban, meg egyéniben, szóval az már egy komolyabb volt, meg Európa-bajnokságot nyertek. Itt volt a jövő eszében a Mutina Ágni, a Verasztó Dávid, a velünk együtt úszott, de sosem volt jövő eszés, de mégis jövő eszésnek tekinthetjük hosszú ideig. Ez a Jakabos Zsuzsa volt, aki csupán 6 évet edzett a jövő SC-vel, csak nem igazolt át. És rettentő sok ifjúsági Európa-bajnoki érmesünk, egy csomó volt. Aztán szép lassan, hát egy kicsit elfogytunk, mert a nagyok ugye abbahagyták, illetve kiöregedtek, és az utánpótlásunk az nagyon nehézkes volt, mert sose tudtunk oktatni, tehát nem volt rá lehetőségünk, tehát mindig úgy, hogy oldalról jövőkből csináltunk azt, amit el lehetett érni, ezért egy kicsit nehezebb volt, és egy kicsit visszábestünk, de már 2 éve megint produkálunk. Ez alatt azt értem, hogy először a Szimcsák Mira volt ifjúsági Európa-bajnok hosszú távon, aztán a tavalyi évben már, mit tudom, a Flick Nóra is már ugyanúgy a ifi Európa-bajnokságon, meg világbajnokságon részt vett, és ott eredményeket ért el, és egyre több úszónk van. Hát én remélem, hogy idén még jobbak leszünk. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk az ifi EB-re 3 versenyzőn kijut, azért az már nem egy olyan rossz, az a csapatnak a egy hatoda lesz körülbelül, a kicsik között meg nagyon sok ügyes van, aki szép lassan, de majd halad. Nem meg akarjuk enni a világot, csak szépen oda akarunk érni. A jövő SC jelenlegi ígéretei közül kiemelkedik Flück Nóra, aki nemrégiben a felnőtt országos bajnokságon 1500 méter gyorsan szerepelt kiválóan. 14 éves koromban kezdtem el így eredményesebben úszni, és akkor már úgy éreztem, hogy talán akkor mégis van ennek egy kis értelme. Az országos bajnokságon sikerült megúsznom az 1500-en a VB szintet, szóval majd meglátjuk, mit tudok összehozni Fukuokában. 800 gyorsan is aránylag jó időt úsztam, aminek örülök. Szerencsére még idén az ifjúsági korosztályba tartozom, tehát az ifjúsági Európa-bajnokságra is megyek majd. Tavaly nagyon sikeres évet zártam, kijutottam az ifjúsági Európa-bajnokságra, ahol 6. helyezést értem el 1500 gyorsan, és 5. helyezést értem el 800 gyorsan. Kijutottam a nyíltvízi ifjúsági világbajnokságra, ahol pedig 6. lettem. Flick Nóra az most már ugye a magyar felnőtt ranglistán is a 2. 1500-ön utazik a világbajnokságra, megy az ifi EB-re, ott 3 számba fog indulni, de ugyanúgy még 2 lány az ifi EB-re úgy megy, hogy megy. Az egyik a Hanna, a másik pedig a Glenda, ez a 2 lány 200 pillanatban meg 200 háton már odaér, és akkor van a következő garnitúra, az ilyen 2009-esek között, ott van olyan lányunk, aki szépen most indult meg, mert egy éve van nálunk, nagyon szépen és nagyon jól úszik. 2010-es a Puzsa Petra, ő mellem meg vegyesen olyan időket úszik, hogy a felnőtt bajnokságon B-döntőben volt 2010-es létére. 3 évvel ezelőtt kezdtem úgy nagyon jó lenni, azt hiszem. 2 vegyesen lettem először első, előzében 4 vegyesen lettem első, meg 100 már 2 már második, vagy 2 már nem kizártak, de ott amúgy igen, azt hagyjuk. Felnőtt OB-n most 8. lettem 2 mellen, ami most volt Kaposváron. Mindig mentem már előzébe is ifjúságira, Serdülőre, meg felnőttre is. B-döntő az megvolt, és most ugye mindjárt lesz a saját OB-m, előtte majd az ifjúság, a Serdülő, igen, a Serdülő lesz, és utána még augusztusban az ifjúsági, szóval arra is még készülök. Vannak a Fábián lányok nálunk, akkor ebből a Zsófia nagyobb, az 2011-es marha nagykorú, de hát ő azért olyan tisztességes eredményeket úszik, amin úgy föl kell kapni az embernek a fejét, de fiúkban is van már ilyenünk, úgyhogy egy-ketten szépen lassan megyünk elő. Én nekem az a elvárásom, hogy egyrészt tanuljunk meg úszni, ez a leglényegesebb, hogy nem kell azonnal odaérni, hanem mindenképp úgy érjünk oda majd felnőtt korba, hogy mi technikailag
úgy úszunk, ahogy azt illik és kell, és azáltal jussunk el, ahova kell. Nekem az a célom, hogy én azt gondolom, hogy ilyen 3 éven belül annyi jó úszunk legyen, hogy megint elég sokan legyenek a felnőtt és az ifi válogatottban. Aztán a többi meglátjuk. Ezeket a célokat, hogy én világbajnok, meg ilyen, nem csak ennek a kérdésé. Azt gondolom, hogy jó úszokat kell nevelni, akik alkalmasak később arra, hogy emberként olyanok lesznek, akkor tudjanak világcsúcsot vagy világbajnokságot nyerni.